Isten igéjét a Jakab közönséges levelének harmadik részéből fogjuk olvasni. Jakab levelének harmadik részéből, a 13-tól 18-ig terjedő versekből. Jakab 3, 13-tól a rész végéig a 18. verset is olvasni fogjuk. Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelítségével. Ha pedig keserű irítség és cívódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak. Amen. Kedves testvéreim, ezen az alkalommal Isten segítségével a felülről jövő bölcsességről szeretnék szólni. A Jóisten úgy akarja és úgy tervezte a hívő életet, hogy minden hívő ember bölcs ember legyen. És el kell jussunk erre a lelki állapotra. Mindenki eljut erre a lelki állapotra. Az Ószövetségben azt olvassuk, a próféta azt mondja, hogy bölcsé teszlek, és megtanítlak téged az úton, amin járni kell. Hát minden ember, minden hívő ember eljuthat erre a bölcsességre. És itt Jakab apostol elmondja azokat a kincseket, amelyeket be kell szerezni ahhoz, hogy bölcsek legyünk. 7 dolgot mond el itt az igében, főleg a 17. versben is ezeket szeretném elmondani. Ezek lelki állapotok, lelki erények, jellemvonások, amelyek ott kell legyenek az életünkben. Ez az a talaj, amelyben nő a bölcsesség. Hogyha nem olyan jó az életemnek, a szívemnek a talaja, akkor nem fog tudni felnőni ez a bölcsesség. De elkészíthetem is. Erről szeretnék most szólni, testvéreim. De még mielőtt ezekre kitérek, akarom mondani, hogy vannak emberek, akik sokat tanulnak, több iskolát fejeznek be, könyveket olvasnak, ami nagyon jó, de nem ez a bölcsesség. A felülről jövő bölcsességet nem lehet könyvekben megtalálni, azokat nem lehet az iskolákban megtanulni. A felülről való bölcsesség az Istentől jön. Mondhatni úgy is, testvéreim, hogy az ismeret, az információ, amit iskolákban, egyetemeken szerez az ember, azt fel tudja használni bölcsen az ember. De az az információ, az anyagnak a sokasága, az még nem a bölcsesség. Az egy információ, amit az ember, a bölcsember használ az ő életében. Persze az ember kell tanuljon, minél több információhoz jusson, de azért kell imádkozzunk, hogy legyen a szívünkben a felülről jövő bölcsesség. A másik, amit szeretnék kiemelni, hogy vannak olyan dolgok az embernek az életében, és lehet látni, hogy vannak nagyon okos emberek, nagyon értelmes emberek, nagyon ügyes emberek, nagyon talpra esett emberek ilyen szempontból, de ez még nem a bölcsesség. Van, hogy úgy születik valaki, és ahogy szokták mondani, hogy zseni, hogy lány elme, ugye? Mert okos, logikus, nagyon tudja, hogy mit kell mondani, meg hogy kell csinálni. Nem ez a bölcsesség, amiről beszélünk. Ez egy testi dolog, hogy ilyen valaki átveszi ezeket a tanult dolgokat, vagy ha nem is tanulja, de nagyon okos és nagyon ügyesen tudja forgatni a dolgokat. A felülről való bölcsesség az ennél több. Persze, hogy az ember használhatja ezt is, amit kapott a Teremtőtől a születésekor, de a Jóisten
különös éppen ad bölcsességet az embernek. És jó, hogyha erre a felülről való bölcsességre figyelünk. Ezt akarja nekünk adni Isten. Csakis ez lehet a mi osztályrészünk. A korintusi levélben akkor, amikor a lelki ajándékokkal kapcsolatosan beszél az ige, ott van egy olyan lelki ajándék, amit úgy nevez az Isten igéje, hogy a bölcsesség beszéde. És ez egy lelki ajándék. Ez egy karizma, ez egy szellemi kincs az embernek az életében, és ezt adja a Jóisten, amikor és ahogy akinek akar jön a hívő emberek közül. Most nem erről a lelki ajándékról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy minden hívő ember bölcs kell, hogy legyen. Mert mindenki el kell jusson egyfajta bölcsességre. És erre a bölcsességre szükségünk van. Mindenkinek akármilyen szakmája van, akármilyen korban van, akár milyen körülményben él, erre az isteni bölcsességre mindjárt el kell jussunk. Sose felejtem el azt a történetet, amit olvastam egy orosz íróról, egy hívő emberről, Szolzsenicenről. Ő egy keresztény ember volt, aki írt is, meg tanított másokat, de nagyon üldözték. Meg akarták fogni. Egyik alkalommal utazott az egyik helyről a másikra, és szekérbe ültek. Többen voltak, úgy utaztak, és amikor már bekerültek volna a falu közelébe, látta, hogy ott a falu bejáratán ott vannak a csendőrök, ott vannak a rendőrök. Ő már nem tudott elmenekülni, mert azok lóháton, vagy ahogy el tudták volna érni, azt mondta, rábízza magát az Úrra, vagy lesz, ami lesz. És persze leállították a szekeret, a katona felugrott oda a szekére, fegyvert tartott az emberekre, és azt mondta, hogy mondjátok meg, hogy van-e közületek valaki, itt úgy hívják, hogy Szolzsenicin. Ez a Szolzsenicin meg felugrott, és azt mondja a bátran, nagy bátran, ezek közül, akik itt ülnek, egyik sincs ilyen. Nincs. Na, jó, akkor menjenek tovább. Figyeljétek, ez az, amit Isten igéje azt mondja, az Úr Jézus mondta, hogy amikor majd hurcolnak titeket ide-oda, kifaggatnak, akkor a Szentlélek majd megtanít, hogy mit mondjatok. Ezt nem tudta megtanulni az iskolába, nem tudta, pedig volt iskolája, rengeteget tanult. De ezt, hogy akkor mit kell mondani, nem tanulta. Vagy az, hogy valaki nagyon okos, nagyon ügyes ember is tud beszélni, nem tudja átvenni ezeket a gyakorlati dolgokat. És van úgy a hívő embernek az életében, testvéreim, dolgok, hogy van, amikor hallgatni kell, van, amikor szólni kell, de mikor kell hallgatni és mikor kell szólni? Mi sokszor ezt összekeverjük. Na itt van, és ehhez kell a bölcsesség. Vagy sokszor kérdeznek bennünket, mint hívő embereket, hogy ez hogy van, hogy amaz hogy van. És sokszor nem tudjuk, hogy mit mondjuk, meg hogy mondjuk el. Na akkor is szükség van a bölcsességre. És Isten el akar vezetni mindnyájunkat erre a bölcsességre. Úgy, ahogy akarja az Úr, hogy őszinte emberek, alázatos emberek legyünk, buzgó, komoly hívő emberek legyünk, ugyanúgy akarja Isten a bölcsességet is nekünk adni. Úgyhogy imádkozzunk és segítsen az Úr bennünket erre a bölcsességre. Tehát van 5 ajándék, illetve 7 ajándék, amit össze kell gyűjtsünk a hívő életünk során, és mondom azt, hogy minél többet, minél gyakrabban szedjünk ezekből a lelki kincsekből, mert ezek megsegítenek bennünket arra, hogy bölcsek legyünk és a bölcsességhez eljussunk. És sorolom ezeket, a 17. versben vannak ezek benne, ott van, mindegyik le van írva, és egy kicsit időzünk mindegyiknél, hogy lássuk, hogy igazából miről is szól. Az első ilyen kincs a tisztaság és a szentség. Hát az a hívő ember, aki bölcs akar lenni, ő a tisztasághoz és a lelki szentséghez ragaszkodik. Ez az, ami ott van a szívében. Nem a hazudozás, nem a gonoszság, hanem a tisztaság. Ez az, ami ott van az életében. Ezért mondja itt Jakab apostol, ugye, hogy ha pedig keserű irítség, civódás van szívetekben, hazudtok az igazság ellen, ez nem bölcsesség. Nem bölcsesség. Ott, ahol ilyen dolgok vannak az embernek a szívébe, ott nem lakozhat a bölcsesség.
A bölcsesség a tiszta szívbe lakozik. Annak az embernek a szívében, aki megtisztult az Úr Jézus vérében, gondolataiban, indulataiban, teljes mértékben. Ez a tiszta szándék, ez a tiszta igyekezet, ez kell ott legyen az embernek az életében. És akkor jön, és akkor lesz az életemben a bölcsesség. Egy ember tett bizonságot arról, hogy milyen életünk volt, egy kicsit elmondom az életét, egy nagyon ügyes ember lett, nagyon jól tudott beszélni. Bevették egy ügynöki irodába, mindent el tudott adni. Olyan jól tudott beszélni, mindent el tudott adni, akármilyen rossz volt a fogpaszta, ő el tudta adni. Akármilyen rosszak voltak a kések, úgy tudott beszélni, egy csomót eladott. Szaladtak utána ezek a nagy cégek, hogy neki kell egy ilyen ügynök, neki kell egy ilyen ügyes ember. Rengeteg pénze, fizetése volt, hírneve, tanított másokat, betanította, hogy hogy kell, mit kell csinálni. És jól ment az életének a sorsa. Minden jól ment. És az történt, hogy ez az ember megtért a Jóistenhez. Megállította az Úr ebben az életben, beszélgetett vele, és ez az ember megtért és átadta az életét. Persze, hogy amikor az életét rendezte, amikor megtér az ember, ugye átváltozik az egész élete, ez az ember rájött, hogy én rengeteget hazudtam, csaltam, mert mindenféle hazugságokat mondtam az embereknek, hogy vegyék meg a fogpasztámat, meg mit, amit. És én úgy gondoltam, hogy ez egy ügyes dolog, ugye? Ügyes fogás. Milyen jól tudja csinálni ezt. És ő el kellett hagyja ezt a fajta életet. Persze, hogy kitették a munkahelyről, mert már nem ment neki az üzlet. Talált más munkahelyet, nem volt semmi probléma, élte az életét, de ez megjegyzendő volt, az egyik ember, egy ismerőse egyszer találkozott vele, és azt mondta neki, hallod-e te, olyan jól tudtál beszélni, lyukat beszéltél az ember gyomrába. Miért voltál olyan buta, elhagytad ezt a szakmádat? És akkor ez az ember azt mondta, akkor voltam buta, amikor azt csináltam. Mert rengeteget hazudtam, és becsaptam az ember. Most eljutottam oda, ahova kell eljusson minden ember. Úgy gondolom, azt mondja, most lettem bölcs és okos. És úgy gondolom, hogy ez így van, testvéreim, hogyha fut a szekere valakinek, ha jól mennek a dolgai, ez még nem azt jelenti, hogy bölcs és egy ügyes, gazdálkodó ember. Bár lehet az is. De itt arról van szó, az ige arra tanít bennünket, hogy minden ember el kell jusson a tisztaságra, erre a lelki kincsre, erényre szert kell tenni. Persze az Úr Jézus Krisztus tisztít meg bennünket. Az Úr Jézus Krisztus tudja megmosni az életünket. Nem mi, nem a vallásunk, nem a jóságunk, hanem csak is az Úr Jézus Krisztus. És amikor itt Jakab apostol beszél, akkor arról beszél, hogy a bölcs ember az olyan ember, aki igyekszik a lelki tisztaságra. Igyekszünk-e, kedves testvéreim, erre az erényre? Akarom-e ezt a kincset megszerezni? Olyan vagyok-e, mint az a kincskereső ember, aki megtalálta a kincset a földbe, és mit csinált ez az ember? Az Úr Jézus tanított el, mondta a példázatot. Hazament, eladta mindenét, azt olvassuk, miért? Hogy megvegye a földet, hogy a kincs az övé legyen. Na ez az igyekezet kell ott legyen bennem is, testvéreim, hogy nem érdekel, hogy mit csinálnak a környezetem, hogy hazudnak, hogy lopnak, hogy csalnak, hogy azt csinálják, az ő bajuk, az ő bűnük. De én mindig igyekezni fogok a tisztaságra és a szentségre. Mert ez az a talaj, ahol megmarad és növekszik az Istentől jövő bölcsesség. Hát az Úr adjon erre kegyelmet nekünk. A második dolog, testvéreim, ami megint nagyon egyértelmű és világos a Bibliában, a békeszerető. Azt mondjuk itt, azt olvastuk az igében, hogy a felülről való bölcsesség pedig először tiszta, azután békeszerető. Mi nagyon értjük, hogy itt miről van szó. Mert az Úr Jézus is azt mondta, hogy boldogok a békességre igyekezők. Boldogok az ilyen ember. Bár a világban a megtéretlen emberek másképp gondolják ezt a boldogságot. Ők másképp gondolják, másképp látják.
De az Úr Jézus azt mondja, hogy a hívő ember az akkor boldog, ha békességre igyekszik. Pál apostol azt mondja, hogy amennyire rajtatok áll, amennyire lehetséges, hogy mondja, minden emberrel békességben éljenek. Amennyire rajtatok áll, és amennyire lehetséges. De ott kell legyen a hívő emberben ez az igyekezet. És van, az ember társainkkal nem mindig könnyű, testvérem. Ugye ez világos, hogy nem mindenki olyan kedves, meg nem mindenki olyan előzékeny, hanem vannak furcsa emberek körülöttünk, lehet mi is azok vagyunk. De mindenképpen Isten azt mondja, hogy a béke szerető emberek kapnak bölcsességet Istentől, aki nem a harc, nem a vitatkozás, nem a veszekedés nagymestere, nem ezzel a dologgal foglalkozik, nem ebben leli örömét, hanem annak örül, hogyha a békességre tud eljutni. Annak örül, ha kibékül valakivel. Annak örül, hogyha jó lelkülettel tud lenni a jó Isten útján. Ez a vágy, testvéreim, ott kell legyen a szívünkben, és ez másik kincs, amit mi be kell szerezzünk ahhoz, hogy a bölcsesség a miénk legyen. Béke szeretet. Igyekszek-e erre a békességre? A szüleimmel, a gyermekeimmel, a rokonaimmal, a szomszédaimmal, a testvéreimmel, minden emberrel, mindenféle fajta emberrel, kicsikkel és nagyokkal egyaránt. Ott kell legyen bennem ez a béke szeretet. Az Úr Jézus Krisztus a békesség fejedelme. Ő jött, hogy békességet hozzon erre a földre. És ő békességet és nyugalmat ad minden szívnek, minden léleknek. Vajon van-e bennem ez az igyekezet? Mert ha nem igyekszek a békességre, ha zűrzavar, ha háborúság van, ha vitatkozás van a szívben, akkor ott nem tudok eljutni a bölcsességre. Nem lesz az enyém a felülről jövő bölcsesség. Pedig Isten nekem akarja adni, nekünk akarja osztogatni ezt a bölcsességet. Kész leszek-e, kész vagyok-e keresni ezt a kincset, ezt az erényt, a béke szeretet erényét. A Jóisten segítsen bennünket erre is. A harmadik dolog itt az igényben, a Károli fordításban úgy van, hogy méltány. Én utána néztem az eredeti szövegbe, a görög szövegbe, mert a különféle fordítások másképp és másképp adják elő, mert a görög szavaknak, úgy mint a magyar szónak, vagy a román, vagy bármilyen nyelvben, több jelentősége is lehet. Az eredeti szövegben ez a szó elnéző és kíméletes jelent. Elnézni dolgok. És ehhez kell a bölcsesség is. És ilyen lelki állapotban jön és lesz a miénk a bölcsesség. Van olyan dolog, amihez ragaszkodni kell állandóan. Nem szabad elengedni. Biblia igazsága, Jézushoz, a szent életed, ez ragaszkodni kell minden körülmények között. De vannak dolgok, amikhez nem lehet és nem kell így ragaszkodni. Vannak olyan programok, vannak olyan szervezések, vannak olyan ételek, igen, megbeszéltük, most ezt tesszük, de másképpen ez nem probléma. Elnéző vagyok, kíméletes vagyok ezen a területen, nem ragaszkodok görcsösen bizonyos dolgokhoz, mert az fanatizmus. És kell legyen az emberben egy ilyen fajta nyitottság, és a bölcsesség így jön az emberben és az emberhez. Nagyon könnyen, amikor az ember nyitott, most csináljuk így, most csináljuk úgy, nem probléma. Mert nem a bibliai elvekről van szó, az én programomról, az én terveimről, arról, amit lehet így is csinálni, meg lehet úgy is csinálni, nem probléma. Elnéző vagyok, kíméletes vagyok, engedékeny vagyok. Erről beszél Isten igéje, hogy méltányoljam az embernek a munkáját, az embernek az igyekezetét, és legyek nyitott engedni dolgokból. Olyan az emberi természet, fiatalok is, de idősebbek is megszokják a bútorokat a körülötte, hogy tudja, föl kell éjjel, hogy oda csap egyet, és már a kezében van az óra. És csak úgy oda tartja maga el, és már látja, hogy hány óra van. Megszokjuk ezeket a dolgok, vagy tudjuk, hogy hol vannak a poharaink, tudjuk, hol vannak a dolgok, minden.
Könnyen megszokja az ember ezeket a dolgokat, és könnyen ragaszkodik ezekhez. Hogy létezik, hogy a te élni szekrényeden nincs lába? Hát nem, nekem nincs lába, nekem ott a telefon. Nekem nincs óra, ott a telefon az órám. És ennyi az egész. Most mi a probléma ebben? Hát legyen nyitott! Ilyen dolgokhoz nem ragaszkodunk. Mert ezt lehet, így is lehet, hogy milyen bútor, milyen színű a fal, meg annyi minden, ami lehet változatos. Nem vagyunk egyformák. És erre tanít itt Isten igéje, testvéreim, hogy jussunk el erre az elnéző, erre a kíméletes lelkiállapotra. Mert görcsösen, foggal, körömmel ragaszkodni bizonyos dologhoz, az nagyon, de nagyon nehéz. Láttam már olyan szülőt, elküldte a gyereket kávét venni. Aztán persze, mikor a gyerek odaütött, hogy hányfajta kávé van, hát ő hozott egyet. A kávé volt az is. Igaz, olcsó volt, csodálkozott is a gyerek. Hát még maradt pénze, nem baj, hazahozta. És amikor az édesapa látta, hogy milyen kávét hozott, főhöz verte, kiabált a gyerekkel. A gyerek elkezdett sírni. Én láttam ezt az esetet, ezt a fázát, ahogy mondják az emberek. És nagyon megsajnáltam ezt a gyereket. Hogy létezik? Ilyesmi? Miért nem írtad le neki, hogy milyen kávét akarsz? Írd le! A Jakobsz vagy, mit tudom, mi fel, hogy tudja az a gyerek, mert tud olvasni. A pénzt meg tudja számolni, olvasni is. Ha úgy van. Ha pedig nem mondtad meg, akkor öleld meg! Hogy hozott neked kávét. Nem szabad ilyen dolgokból, vagy láttam a másik szülő, a gyerek lejtette a poharat. Persze, nagyon zúgott, megijedt ott kutya, macska, nagytata, mindenki ordibált már, hogy vajon mi történt. Hát semmi nem történt. Csak eltörtek egy poharat. Húj, hogy kiborult a szülő. Ordibált a gyerek. A gyerek sír. Miért kell ebből ilyen ügyet csinálni? Miért kell? Megtörtént, miért velem nem történt meg, hogy lehetettél egy poharat? Valami eltört körülötted? Dehogy nem! Hát erről beszél az Úr Jézus, hogy ami körülöttünk van, az mind törik, az rozsdázik, azt eszi a moly, azt eszi a mindenféle. Tönkre mennek körülöttünk dolgok. Nem ezekhez kell ragaszkodni? És a bölcs ember azt nézi, hogy annak az embernek hogy esik, meg hogy van, és elnéz bizonyos dolgokat. Ugyanúgy saját magának elnéz hibákat, meg problémákat, elnézünk magunknak, legyek elnéző másra szemben is. Még egyszer mondom, a Bibliához, a lelki igazságokhoz nagyon kell ragaszkodni, de vannak olyan dolgok, amihez nem kell ragaszkodni, és akkor vagyok bölcs, ha kiengedem a kezemből, ha nem mindent én akarok uralni, meg befolyásolni, ha elnéző és kíméletes vagyok ezen a területen. A bölcsességhez jutok el, hogyha ilyen dolgokat teszek ebben az életben. Isten segítsen és vezessen bennünket. Már a negyedik dolognál vagyunk, ahogy itt Jakab sorolja a dolgokat, azt mondja, hogy a bölcsesség kérelme és feltétele az engedelmes. Engedelmesség. Hát itt arról az emberről van szó, aki olvassa az Isten igéjét, hallja az Istennek az akaratát, és engedelmeskedik Istennek. Na ez a bölcs ember. Ez a bölcs ember. És kell igyekezni, nagyon sokan a bölcsességet keresik. Nagyon sokan az okosságot akarják keresni. De Isten azt mondja, hogy törekedjek az engedelmességre. Legyen ez az imádságos kérésem, amit Dávid kért, hogy az engedelmesség lelkét, hogy mondjam, ne vond meg tőle, ugye? Támogass az engedelmesség lelkével. És ez nagyon sokszor hiányzik, testvéreim, szükségünk van, nekünk sokszor hívő embereknek vannak kéréseink, vannak kívánságaink, vannak ötleteink, de vajon ott van-e a szívemben, a lelkemben az engedelmesség? Mert hogyha igyekszek erre az engedelmes lelkületre, erre válaszol Isten, és az ilyenfajta lelkületre adja ő a bölcsességet. Igen, az az ember,
aki telve van Isten igéjével, az az ember bölcs lehet. Kornya Mihály testvérről, a baptista paraszt profétáról van feljegyezve az, hogy ő egy bölcs ember, egy talpra esett ember volt. Mindig feltalálta magát, kitalálta magát, hogy most hogy kell viselkedni, mit kell csinálni, mikor kell hallgatni, mikor kell mondani. De a legfontosabb az, azt mondták, hogy Kornya testvér nagyon ismerte a Bibliát. Nagyon tudta a Bibliát, az Ószövetséget, az Újszövetséget. Sokszor átolvasta, egyszerűen prédikált az Isten igéjéből, és egy bölcs ember volt. Éppen nemrég olvastam a Belényesi gyülekezetnek a krónikáját, hát Kornya testvér járt Belényesbe, járt Tárkányban is Kornya testvér, hogy fenesen ezen a vidéken, csak a Belényesről van felírva, hogy egy vasárnap jött a vásárra, azért, hogy prédikáljon, találkozom emberekkel, és ott a vásárban prédikált, ott Belényes központjában, ahol van a park most, akkor régen ott volt a 900-as évek elején, ott volt a vásár, és ott prédikált Kornya bácsi, és ahogy prédikál, az egyik ember odaszaladt hozzá, és ad neki egy kötelet, na fogja meg ezt, azt mondja. Adották, megfogta Kornya bácsi a kötelet, mire már nem is tudott szólni, már az ember elment, mikor már megnézi, hát a kötélnek a végén egy ló van. Tartja ő ott a szegény, azt sem tudja mit csinál, egyszer csak két csendőr megjelenik előtte, meg egy ember, és azt mondja neki, az csendőröknek azt mondja az ember, na ez a lótól vagy. Ez a lótól vagy. És ő csendben volt, nem kiabált, nem vitatkozott, ott csendben volt. A csendőrök oda mentek, oda léptek, és mondták, uram, azt mondja, mi, ez történt, ez a helyzet, magát erre vádolják, be kell jöjjön velünk a városházára. És csendben jött, szegény át akarta adni a rendőröknek a lovat, de azt mondta, nem maga lopta, maga hozza. És az egész városon keresztül vitte Kornya bácsi a lovat, de, és nem csak ennyi volt, hanem az emberek, akik ott prédikált, elkezdtek zúgni. És azt mondták, hogy a hívő papa lútolvaj. A hívő papa lútolvaj. És ezt kiabálták, és így evel a kísérettel ment Kornya bácsi be a városházára. Persze ott kihallgatták, nem sok időben telt, míg rájöttek, hogy mindenki, hogy nem ő a hibás, és elengedték. Az emberek kint voltak, ott várták, hogy vajon mi történik, és amikor kijött Kornya bácsi, mindenki ráfigyelt. És ő elmesélte nekik, hogy mi történt, hogy történt a dolog, nem ő a hibás, ez történt, úgy történt. De már azt mondja, ha össze vagyunk gyűlve, itt ilyen szép számmal össze vagyunk gyűlve, akkor Kornya bácsi elővette a Bibliát, és prédikált meg. És azt írja a feljegyzés ott a krónikában, hogy akkor már nagyon sokan, nagyon készségesen, nyitott szívvel hallgatták az igét, és már akkor este többen Kornya testvérrel elmentek Fenesre, az összövet erre, mert akkor este Fenesre ment Kornya testvér prédikálni, és többen megtértek, és talán akkortól kezdve lehet számítani a Belényesi Baptista gyülekezetnek a kezdetét. Egy ember, aki eljut oda, hogy tud hallgatni, mert most milyen nagyon kiabáljál, amikor egy csomóan vádolnak és ordibálnak rólad, nem tudsz hangosabban kiabálni, akkor legyél csendben. És bízod az Úrra az életedben, majd eljön az ideje, amikor megvédheted magadat. Ugye? De ez rosszul esik, képzeljétek el, hogy így mész a falon keresztül. Hogy ezt mondják az emberek rólad, és úgy elmennél minden emberhez, és megfognád a gallériát, és azt mondja, hogy te, nem úgy vagy. És nem teszi Kornya testvér, és a bölcsesség nem ezt a módszert használja. Hanem ő engedelmeskedett az Úrnak, csendben volt, figyelt az Úrra, figyelt az emberekre, és a Jóisten megáldotta az életét. Tehát ezt a fajta bölcsesség, ez a felülről való bölcsesség. Ezt nem tudja beszervezni valaki, ezt nem tudja megszervezni valaki, hogy ez a dolog megtörténjen. Ez csak is az Istentől tud jönni. Ez a bölcsesség is. Adja az Úr ezt a bölcsességet az övének azoknak, akik engedelmeskednek, tökéletes szívvel Istennek. Vajon ott van-e bennem ez a lelkület? Ott van-e bennem ez az igyekezet? A következő, ahogy olvassuk itt az igét, az az irgalmasság. Ez is egy nagy kincs, egy nagyon fontos lelki erény. Az irgalmas samaritánusra teszünk be, amikor erről az erényről beszélünk. Más szavakkal úgy lehetne elmondani, hogy embereken akar segíteni.
megsajnálja őket. Olvassuk is az Úr Jézusról többször, hogy megesett a szíve rajtuk. Tehát amikor egy ilyen lelkület van az emberben, akkor jön a felülről való bölcsesség. Amikor nem az ítélet van, na persze, megérdemli. Jó, hogy ez történt. Tudtam én, hogy ez lesz belőle. Nem ez a lelkület van, hanem bajba jutott, bajba van, betegségbe, vagy valamiben. Hogy tudok segíteni? Mit kell én tegyek annak érdekében, hogy annak az embernek segítsek? Na, ilyen volt az irgalmas samaritánus. És amikor ez az irgalom ott volt a szívbe, akkor olvasjuk, hogy az Úr adott neki okosságot, talpra esettséget, mindent megtett, amit kellett annak az embernek. Ugye? Elővette az első segélydobozt, az olajat és a bort, kifertőtlenítette a sebet, bekente a sebet az akkori legjobb kenőcsel, az olajjal, mert nem ilyen Vénusz olajjal, vagy mit tudom, mint meg kell járni akkor. Hanem ami ott termett, amit ott kellett, és mondom, hogy az gyógyszernek használták. Aztán feltette a maga szamarára, elvitte a vendégfogadós házba. Még arra is gondolt, hogy ha még valamit ráköltesz, most hagyok pénzt. De ha még valamit ráköltesz, majd én visszajövök. Figyeljétek, hogy teljes mértékben ellátta azt az ember. Volt neki ennyi készség, ennyi bölcsesség. Honnan jött ez a bölcsesség neki? Az Úrtól, Istentől. És ezt akarja Isten adni az embereknek, hogy ne csak fél munkát, ne csak valamennyit akarjunk az emberen segíteni, hanem teljes munkát kell végezni az ember megsegítése érdekében. És ezért, testvérem, ez az irgalmasság, ez a segítőkészség, ez nagyon ott kell legyen az emberben, mert ekkor jön a bölcsesség. Nem amikor az embereket lenézem, nem amikor személyválogató vagyok, hogy ez ilyen meg az olyan, akkor nem a bölcsesség lesz. Nem. Sőt, megkötöződök saját magam is, ugye, mert itt olvastunk olyat, hogy ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön, hanem az a bölcsesség, amely földi, testi és ördögi. Ezek a dolgok is, itt földi, emberi dolgok is lehetnek, meg ördögi dolgok is lehetnek, ami úgy néz ki, hogy jó, de nem jó. Tönkre teszi az embert. Az Úr kell adjon bölcsességet, és erre kell igyekezzünk, de mondom, hogy az irgalmasságra, ha törekszünk, akkor adja az Úr a bölcsességet. Hogy állunk ezzel kapcsolatosan mi? Mert az irgalmas ember nem magára gondol, nem az ő idejére, nem az ő jogaira, nem is a családjára gondol, hanem arra az emberre, aki van. Hát a Jóisten vezessen el bennünket erre. Még két erény van itt az igében, amit olvasunk, és negatív van megfogalmazva, azt mondja, nem kételkedő és nem képmutató. Ezt én pozitívan szeretném lefordítani, vagy elmondani. Az az ember, aki bölcsességre igyekszik, az igazságos ember. Az az igazsághoz ragaszkodik. Ugye Mátyás királyt is így mondták, hogy Mátyás az igazságos. Miért volt igazságos? Azért, mert mindig az igazsághoz mérte a különféle ügyeket. De ne beszéljünk most Mátyás királyról, mert azt gondolja valaki, hogy mesélünk itt. Nem a meséről kell mondani a dolgokat, hanem mondjuk a Bibliából. Van egy király az Ószövetségben, akit úgy neveznek, hogy Salamon. Végül úgy mondják neki, hogy bölcs Salamon. Ugye? Miért? Egyszer két asszony, két anyuka jött oda elébe, egyik elmondta így, a másik is elmondta, hogy másképpen, ugye? Egész másképpen. Na most ott van Salamon, aki emberileg megtett mindent, meghallgatta őket. Kifaggatta őket egy kicsit, hogy is történt, mire ennyire tud eljutni az ember. A rendőr, a törvényszék nagyon sokszor idáig tud eljutni. De ez csak emberi. És innen jön, és ekkor jön az Istennek a bölcsessége, ha én és mi igyekszünk az igazságra, nem hogy részrehajló legyek, hogy ennek adok igazat, mert ez az én rokonom, ez az én ismerősöm, ez esetleg többet adott, vagy kedvesebben beszélt. Nem vagyok részrehajló, hanem az igazsághoz ragaszkodok.
Na erről beszél itt az ige, hogy igazságos. Nem részrehajló, nem ítélkező, nem fölényes, hogy mit tudott el, hallgass rá, és akkor félreteszem az igazságot. Nem, az igazságot soha nem kell félretenni. Mindig az igazsághoz kell ragaszkodni, mindig ahhoz kell mérjem az életemet, mert akkor lesz bölcs az embernek az élete. Mert erről beszél a bölcs Salamon, amikor azt mondja, hogy a bölcsesség kezdete mi? Az Isten félelme. Akkor, amikor félek bűnt cselekedni, amikor félem az Urat, az Istent és az igazsághoz, a becsületességhez, az erkölcsi tanításhoz akarom mérni az életemet, akkor leszek bölcs, hogyha az igazság a zászló, az igazság visz előre engem. Ez a legfontosabb. Paul Nerut testvér mondta el azt, hogy amikor a régi rendszerbe őt sokszor behívták a szekuritátere egy alkalommal, meg több alkalommal vasárnap hívták meg. Vasárnap, amikor Isten tisztelet volt. Vasárnap, amikor ő kellett volna prédikáljon, akkor behívták a szekuritátere, betették egy üres szobába, azt ott maradt, ott felejtették délig. Sokszor. Akkor egy óra fele bejött valaki, mintha csak úgy jött volna, ő maga még itt van, na írja alá ezt a papírt, azt menjen haza. És közben ott a gyülekezet várta volna őt. Egyik alkalommal azt mondja, hogy megint behívtak, jöttek, mentek ott, nem figyeltek oda rám. Egyszer csak felléptem, felálltam és azt mondtam nekik, hogy uraim, azt mondja, megengedik, hogy telefonáljak. Sürgős telefonálni valóban. Persze, azt mondja, van az osztályon telefon. Elvette a telefont és felhívta a gyülekezetnek az irodáját. 9 óra előtt testvérek a szolgálat előtt imádkoztak, és felhívta őket, és azt mondta, hogy Fácilor, testvérek, én a szekuritáten vagyok, tudjátok meg, hogy ezek a bűnös emberek itt tartanak engem egészen délutánig. Kérem szépen, hogy az a testvér, aki megy imaórát vezetni, hogy mondja el a gyülekezetbe, hogy én hol vagyok, és imádkozzanak ezekért a szekusokért, azt mondja, hogy megtérjenek, és engem elengedjenek. Hát azt mondja, Negros testvére, míg én ezeket a dolgokat elmondtam, hogy mindenki lefagyott. Addig jöttek, mennek papír mindenkinek a kezébe, pixek meg, cigaretta meg, mit? Akkor mindenki lefagyott, hogy mindenki hallgat a szekuritátet. Ilyet mondani, hogy ezek a bűnösök meg térjenek meg, meg ilyesmi. És azt mondja, hogy aztán az egyik megszólalt, hogy az az ember azt mondja, tényleg elmondja a gyülekezetnek? Hát persze azt mondja, hogy nem mondaná el, hát ebben a imádkoznak magukért. Legalább imádkozott magukért. Na hagyjon minket, azt mondja, még menjen haza, azt mondja, menjen oda a gyülekezetbe. Hagyjon minket, azt mondja. Akkor elengedték. Nem mindig, de akkor így volt. Van, amikor az igazsághoz kell ragaszkodni, és az igazság ment meg. Van, amikor emiatt zárnak be, éppen emiatt vernek meg, vagy éppen emiatt ölnek meg. De a hívő ember akkor is az igazsághoz kell ragaszkodjon, mert így jön a bölcsesség az életébe. Csak is így. Helyzetek, ügyek, problémák, bajok, akkor is az igazsághoz, a becsületességhez, ha ahhoz ragaszkodok, akkor az Isten adja a felülről jövő bölcsességet. Hát nem újjon el ez az életünkből. És az utolsó dolog, amit itt olvasunk az igében, az az, hogy nem képmutató, így mondja negatívan, vagyis pozitívan hadd mondjam el, hogy az az ember, aki a bölcsességre kell jusson el, az az ember őszinte kell, hogy legyen minden időben. Őszinte. Istennel őszinte, önmagával őszinte, ne akarja se magát becsapni, se magának hazudni, se másokat becsapni, vagy mások felé hazudni. Nem. Legyen őszinte, legyen átlátszó, legyen becsületes ezekkel a dolgokkal. Ha az ember beismeri hibáit, tudjátok meg testvérem, egy nagy előny, egy nagy kincs, hogyha az ember be tudja ismerni hibáit, beismerem hibámat, megalázkodom az Isten színe előtt, és az Isten feltölti, betölti a szívemet a tőle jövő bölcsességet. A képmutató ember, aki színészkedik, jól elő tudja adni a színdarabját, az ő szerepét. Az olyan ember megtanult valamit, az olyan ember rendezte magának a dolgokat. Az olyan embernek nincs szüksége ezekre a dolgokra. De a Jakab levelének az elején még azt is olvassuk, hogyha valakinek közületek nincsen bölcsessége, ugye? Az kérje Istentől. Ide is alázat és őszinteség kell.
És hogyha van ez az erény, van ez az áldás az életemben, nagy kincs, testvéreim, hogy olyan emberek leszünk, akik őszintenek. Nagy kincs és nagy erény az, testvéreim, amikor a szelítség és az alázatosság ott van a szívünkben. Az ilyen embereket tudja megáldani Isten. Az ilyen embereknek tudja adni Isten a bölcsességnek az ajándékát. Készek vagyunk elfogadni ezt az ajándékot? Kellene, sokaknak kellene ez a bölcsesség, ez az okosság. Ez a felülről, Istentől jövő bölcsesség. De az ige elmond nekünk egy néhány dolgot, amiket felsoroltam itt, hogy ezeken a területeken nő, és csak is ezeken a területeken nő a bölcsesség. Csak is ebbe, az ilyen fajta szívbe adja Isten a bölcsességet. Nekem és neked milyen a szíved, testvér? Milyen az igyekezeted? Milyen a törekvésed? Ott van-e ez a vágy, hogy én el akarom ezeket érni? Nem a külsőségek, nem az emberek között a hírnév, meg ki vagyok én, meg mutassam magamat, nem. Hanem ezekre a lelki kincsekre eljutni. Ez oda belevág a szívbe, az akaratomba, belevág a gondolataimba, lehet más gondolok, belevág az érzéseimbe. Már lehet, hogy az érzéseim mások, és nem akarom én ezeket sokszor. De Isten azt akarja, hogy figyeljek, igyekezzek, és ezekre az erényekre igyekezzek. Ez a keskeny út, testvéreim. Erre kell törekedjek, hogy ezen az úton járjak. Mert aki ezen az úton jár, még a bolond se téved el. Ez az az ember, aki bölcs, és a kősziklára építette a házat, és akármilyen körülmények, akármilyen nehéz idők jöttek, üldözése, annak a háza, a lelki háza nem dőlt össze, nem megmaradt, mert a kősziklára. Hát az Úr segítsen meg, hogy erre a bölcsességre mindnyájan, személyváltozás nélkül egyen-egyenként jussunk el Isten kegyelméből. Amen.